44. alkalom, srácok, hogy vicserezünk, mióta kint van a Next Gen Update. És most már ott tartunk, hogy végeztünk az alapterületekkel. Skellige-vel, Novigrad és Oxenfurt környékével, Velennel, White Orchard-os területtel, és most már Kermoren vár ránk a ronda babás küldetéssel. Úgyhogy ezeket fogjuk most csinálni ebben a röpke 1-1,5-2 órában. Jelenleg a játék 62,9%-on áll. Százalékban szerintem most nem fogunk sokat haladni, de fősztorival mindenféleképp. Úgyhogy ez a terv a mai napra. Egy kicsit megtoljuk a Kermoreni küldetéseket, illetve elhagyatott dolgokat. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Geralt needed to lift the curse. Mit mindenkinek, srácok? So he took Uma to the home of the world's greatest specialist on dark spells. To the Witcher's fortress of Kaer Morhen. Kaer Morhen. Ja, és hamarosan Jedi Survival, ez így van. Ott vagyunk, ahol a játék kezdődött. Nothing here. És van egy postás eszköz a kezemben. Postás felismerő. A küldetésünk pedig nem más, mint a zavar. Vezemir elmondta Geraltnak, hogy Yennefer beállította a megbízható megaszkópját, amint megérkezett Kermoranbe, de sehogy sem tudta működésre bírni. Ez a hír nagyon zavarta a Witchert. Ha Yennefer használni akarta a megaszkópját, az más varázsnőkkel folytatott megbeszélést jelentett, az pedig cselszövést, politikát és más eféléket, amit Geralt igazán ki nem állhatott. Úgyhogy most ezt fogjuk csinálni. A postás felismerőnkkel. Keresd meg a mágikus zavar forrását a Potestak Visitor segítségével. Innen dobta ki az ágyat Yennefer az ablakból, mert hogy megtalálta, hát konkrétan azt mondta, hogy a barátját kefélgette Geralt ebben az ágyban, a vörös hajszálak alapján. Ez, ha jól emlékszem, amúgy egy vicces küldetés. Oh, got a signal. Hoppá, fogok valamit. Signal's growing stronger. Egyre erősödik? Nagyon világít. Azt nézitek, hogy világít a postás felismerő. A rovar alakú a képes atlasza. A vadfalka! Először csak halvány fénypászma látszik az égen. Nem könnyű felismeri benne a lovasok kísérteties sziluettjét, de a kavalkád egyre közelebb és közelebb ér, mint több siszonytatóbb részletet felfedve. Láthatóvá lesznek a sisakon ágaskodó bivajszarvak, a középű domborodó címerek, majd a rosté mögött világító halálfejek. A lovasok csontsovány hátasokat ülnek meg, ezek testén kelésekként sötétlik, csak pár szőrcsomó. Viharos szél süvölt a fűzfák között. Pengék ragyognak, mint holt talán égen a csillagok. A szél egyre jobban süvölt, de nem. Nem szél ez, hanem a holt a kéneke. A kavalkád hirtelen irányt vált, a kísértetmének patái körül sűrűn kavarog az ingovány lidirc fényekkel átszőtt köde. A kavalkád élén a falka királya rúgtat. Koponyává haszott fején rozsdás érc sisak, üres szemgödreiben kékes tűzdobog. Rongyos köpeny dagadozik mögöttem. Vak rozsda ette melvértje felett nyaklánc csörög. Foglalatai
üres, semmibe meredő szemek. Valaha drága kövek ragyogtak bennük, de az égi szágódás közben rendre kihullottak, és csillagok váltak belőlük. A falka királya halkacag, fogai ódon sírkövek, összecsattognak a rozsdás páncélgallér felett. A halálfej szemüregében lobogó kék lángok vele morajlanak. Azt mondja, jelek szerint Yennefer talált valakit. Ott van Uma és Vezemir. Mi van, farkas? Találkoztam Emirrel. Van koronásfő, akivel még nem találkoztál? Néhány, és remélem ez így is marad. Emlékszel az első Nilfgaardi háborúra, a Szodeni csatára? Egész éjszak együtt harcolt, Temeria, Redania, Kedwen és Edrin. Edden. És a mágusok voltak hősök. Előbb a csatamezőn, aztán a regékben. Nem sok maradt abból a világból. Bezzeg a régi szép időkben, mondja Vezemir. Miért építed újjára Kaer-Morant? Nem akarom, hogy a fejünkre szakadjon a tető. A tetőrendszerint legfelül van, te falakat raksz, újjáépíted az erődöt. Három embernek. Miért? Azért, farkas, mert emlékszem, milyen volt a mészárlás előtt. 20 voltunk, csak mi, tanárok. A jelöltek meg... Nem fordíthatom vissza az időt, tudom, de nem vagyok hajlandó csak ülni és bámulni ezeket a romokat. Ezt a berengáros jegyzetet most ezt így nem csináljuk, srácok. Majd máskor. A legrútabb élőlény. Forró. Beszélhetnénk? A Ciri-t keresem. A ma szürke haj, sepphely az arcán. Láttad? Uma, Uma mama. Hogyan segítetek? Vajon minden univerzum különálló entitás? Vagy csak mentális konstrukció? Szerintem is. Mi volt ez a troll kérdés Geralttól? So long. Can't be far now. Jaj, nem. Can we talk? Nem. Nem akarunk Umával megint beszélni. So long. A legrútabb élőlény. Getting warmer. Warmer. Hot. Mounted witchering. Lovas witcherek sosem mennek ki a divatból. Ezt mire mondhatta vajon? Freskora, de hát nincs is ott semmi. Ja, látom! Ő konkrétan erre gondolt. Ugye megyünk tovább. A francba elveszett a jel. Oh, got a signal. Signal's growing stronger. Can't be far now. Aha. Getting warmer. Warmer. Hot.
lemertem volna fogadni, hogy erre van valami. De úgy néz ki, hogy nem. Ja, akkor visszamegyünk. Itt van Lambert. What's this? Mi az italt főzöl? No. Nem. Szeszt, krumplihéjból. A visszatérésemre tartott lakomára. Inkább az én búcsú lakomámra. Nem tudtad? Varázslónő asszonyság kívánság, hogy az elemek köréből való hatalommal erősítse meg a fiolát. Azt mondja, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy megtörjük az átkot ezen a te szörnyetegeden. A szörnyetek talán Ciri. Realize that monstrosity, as you put it, might be Ciri. Yeah. Hallottam rólam. Volnál kedves némi együttérzést mutatni? Úgy hívom őket, amíg ilyen vagyok. Bosszantó? Irritating, you mean? Azt hiszem, kedveled a szurkálódó embereket. Amíg nőből vannak, akkor megtaláltad a legjobbat mind közül. Ebből elég. Vár minket az elemek köre. Nem úgy nézel ki, mint akit érdekel. Don't sound too thrilled about all this. I'm not. Nem is tudom, ma a körhöz vezető út nem éppen sétagalob. Jó. Ebben még nem akarunk belekezdeni. Mikor mentettünk. Legutóbb. Az klassz. Let me go with you. Hadd menjek veled? Hát, ha a híres fehér farkas velem tart, talán könnyebb lesz az út. Na, mehetünk. Még elintézek valamit, aztán rajta. A végső megpróbáltatás. Na, hadd menj csak. Jó, sikerült. Szávasz, parfüm kollektor. Hát itt ilyen meglepetés vicserezések zajlanak. The signal. Nothing here. Necronomicon, hát ezt már olvastuk a Necronomicont. Eladtam volna. Az északi királyságok faunája. A farkast minden ember ismeri. Ki ne hallotta volna még éjjelente a vonításukat? Ki ne látta volna reggel a nyomukat a hóban? Kit ne rázott volna ki a hideg, amikor megpillantotta egy 5 vagy akár 20 farkas szemláló falkát vadászni az erdőn. Ezeket a gyönyörű állatokat az emberek ellenségként kezelik, nem is ok nélkül. Hisz megtámadják a nyájakat, sőt a legnagyobb zimankó idején még akár a lovakat is megölik. Ezek azonban nemes vadak, magas intelligenciával megáldva és oly erőt és függetlenséget mutatnak, amelyet mi emberek csak csodálhatunk. Ezt a Necronomicont megolvastunk. Vízes palacka. Mágikus zavar. Kell fognunk. Can't be far now. Getting warmer, warmer, hot. Pulse weak, but regular. Ah, there you are. Getting warmer, warmer, hot. Mounted witchering just never took off. Hmm. Ah, there you are. Hát ezt nem vettem észre. Disturbance is coming from there. Az avar onnan származik.
What's in these crates? Mi van ezekben a ládákban? Dimetrium bombák. Lambert készítette őket. Nem csoda, ha így nem működik a megaszkóp. Hát el kell vinni innen az összeset. Majd én. A végén még felfordulás jelensz a polcaimon. Addig tarts szemmel Umát. Rendben, Vezemir bácsi. Hogy megy? Vezemir nem dolgozhat túl keményen, remélem? Gondoltam. All done. Készen van, Matt. Na, most ellenőrizzük a bevésed, reflexeidet. Nothing here. De tudásd el, Ferrell, hogy megszüntetted a zavarokat. Nothing here. De hát átraktam. Jó, most már jó. Köszönöm, úgy látom, most már működik. Mi volt az? Dimetrium bombák. Lambert hagyta az ágyak mellett. Szerintem fogalma se volt arról, hogy megzavarhatják a megaszkópomat. Aha. Jó, megnéztem. Mindegy, hogy mit válaszolunk. Talán így akarta meghúzni a coffod? No, he probably knew, but that's the sort of prank you only pull on someone you like. You don't suppose he? Hát nem akarod azt mondani, hogy Lambert? Lambert? Really? Tényleg? Igazán hízelgő? Enough. Elég volt, de készen állsz a beszélgetésre? Sure you want me here? Biztosan azt szeretnéd, hogy itt maradjak? A szövetség tagjai nem szoktak beavatni másokat is a titkaikba. Legalábbis ezt hallottam. Tekintsd ezt a bizalmunk jelének. Akkor lássunk hozzá. És Geralt, kérlek, viselkedj tisztességesen. De hát nem épp az előbb mondtad, hogy megbízol bennem? Ne csavard ki a szavaimat. Szia, Aida! Kedmil and Severn. Why have you summoned me? Miért szólítottál meg? Egy átokkal találtuk magunkat szembe, amit meg kell törnünk. Nem ismerem az ősi nyelvnek ezt a változatát. Értem. Hogyan hangzott? Vafel elen, Kedmil foli, Gledevdon eptenid, Bondro isne iakus. Beszéled ezt a nyelvjárást? Recognize the dialect? Lathan Undod. Meaning? Ez mit jelent? Az úgynevezett egyetlen beszéd, elfeledett nyelv még a vándorlás előttről. The migration? Milyen vándorlás? Later, majd máskor, Geralt. Szia, Koning! Szia, Marci! Hello, hello, sziasztok! Sunyi kis vicserezés van most bizony. Hallottam már máskor is, igaz? Igen, mondákban, olyanokban, amelyeknek nincs jó végük. Tudnál segíteni az átokkal? Valamelyest igen. Agnes ráolvasása Eldar háromszögével együtt természetesen megfordítva. Ez az egyetlen megoldási lehetőség, de még ezekkel se vagyok biztos a sikerben. Köszönöm. Vafel! Ezzel még nincs vége a beszélgetésünknek. Mi a gond? Közeleg a fehér fagy és a fehér fénykora. És a világ égbe végzi majd ismeremítlén jövendőlését. Eszembe se jutott kétségbe vonni, hogy ismered, de vajon érted is? Az ősi vér megindítatja a végsőkort, a végidejét, vagy megállíthatja. Ezt ne feledd, Gimblade. Mert te leszel az, aki eldönti, lángra kapjon-e a szikra.
Mi volt ez a vándorlás? What was that about? The migration? Az istenekre, semmilyen történelmet nem tanítottak neked itt? Nem, Vezemir úgy vélte, a karforgatásnak nagyobb hasznát veszem az úton. Válaszolnám. Természetesen, tanulni soha nincs későn. Az Enséd és az Enel tündék egykor egy népet, az Enandodokat alkották. Aztán jött valamilyen csapás, amiről senki sem tud pontosabbat. Az Enandodok kénytelenek voltak elhagyni a világukat. Vagyis ha Uma átkelt ezen a... Ez egy nagyon régi játok. De fasz a páncél van a Geralton? Ez a Griff páncél harmadik vagy második fejlesztése. Szia, Sév, szevasztok, szevasztom. Te érted ezt? Any idea what she was talking about? Természetesen Ciri-ről. Már csak egyszerűen végén hagynák. A helyedben erre nem számítanék. És most? All in all, interesting conversation. What now? Fejezd be, amit a sáncokkal terveztetek, aztán hozzálátunk. Mi tud második fejlesztési szinten? Igazából semmit. Több stat, jobb védelem milyenek. De hogy így... A nagymesteri szinten lesz mindegyik páncélmenő, addig meg kinézetben változik igazán. Na, itt van a küldink. Ahogy várható volt, Yennefer nem a legmelegebb üdvözlettel fogadta Geraltot. Mindazonáltal Geralt, aki nemes és türelmes lélek, segített a varázslónőnek megszüntetni a mágikus zavar forrását. Kiderült, hogy a bűnös egy láda dimetrium bomba volt, amit Lambert gondatlanul a varázslónő szobájának közelében hagyott. Cö-cö, Lambert. Jó. Mehetünk tovább. Geralt? Ja, most már nem tudunk. Thanks, Yen. Nem tudunk többet beszélni velem. Szóval, menő ez a set amúgy. Nekem a medve set az, ami így nagyon adtam. Előző végigjátszásomban azt viseltem. Na de majd ez. Ez lesz az igazán durva. Azt nézem közben, hogy... Jó. Ha minden igaz, akkor most mehetünk tovább. A végső megpróbáltatásra. A fiola előkészítésének feladata Lambertre hárult. Nem kis elégedhetetlenkedésére. Zúgolódása nem lepett meg, amikor hallottam róla. Lambert nem az a CVS fajta volt, és Yennefer, hát mondjuk úgy, nem volt a kedvence. Mindazonáltal Lambert elvállalta a feladatot, és Geralt úgy érezte, nincs más választása, mint elkísérni. Oké, tehát akkor Eskel és Lambert. Végre pontot tettél a kérdőjeleknek, Skell, igen? Na, gratulál. Gratulál, gratulám. Long lonely winters breed some pretty strange ideas. Hát itt valami kágyó van a falon.
Everything's ready at my end. Most azonnal. No reason to wait. Let's go. Jaj, szólni akartam. A hegyeken át nem lehet eljutni a körhöz. Tavaly tavasszal a kőomlány zárta le az átjárót. Akkor a tó felelő oldalról közelítjük meg, mint a medált próbájánál? Pontosan. Emlékszel az útra? Azt nem lehet egy hamar elfelejteni. Aki a medáljával tér vissza, méltónak bizonyul és elindulhat az úton. Hallottam már, Vezimir, hogy utánzod? Igen, a vén ember ki nem állhatja. Össze fogunk hozni, srácok, most egy unique cutscene-t. Szóval a hasadék, amíg mind nem foltasztáltok be? Vezemél szeretné, engem mondjuk nem zavar. Nem számítunk ostomlókra, és így rövidebb az út a matóhoz. Kár, hogy azok a szalamadra gyilkosok nem ütöttek még néhány útkat a falainkon. Vagy befejezték volna a dolgot, hogy törmelék legyen ebből a romból. Egy exkluzív csak itt és most láthatok cutscene? Igen. Átosszunk majd a tavon? Nem, van ott egy kikötött csónak. Tudod, horgászni. Aztán, sose néztem ki belőled, hogy horgászni szoktál. Bombákat használok, bedobom, aztán kimerítem azt, ami felúszik a felszínre. Bölcs megoldás. Lamberten... Milyen menő páncél van már, basszus. Gondoltam. Te végigjátszottad már a játékot? Aha. Igen, igen. Show me what you got. Üdvöd mindenkinek, srácok. Szia, 56-os. Még 6-7 éve. Aztán azóta folyamatosan így évről évre pár alkalommal előveszem, hogy így maxoljam a gémet, de... Hát végül a Next Gen Update miatt döntöttem úgy, hogy akkor most új végigjátszás, más build, és most kimaxoljuk a gémet, 100% vagyok. Geralt? Szevasz, Zodiánk. Tell me about Vezemir. Beszélj nekem Vezemirről, jobb már a viszonyotok? Úgy néz ki, mert az öreg a bajta a papolásnél, meg igyekszem nem túl sokszor kiakasztani. Beválik. Részben a vár elég nagy, könnyű elkerülni egymást. A tóparti kunyhó. Na nézzük... Ó, basszus. A fenében megesküdnék rá, hogy épp itt kötöttem ki. Biztos kioldódott a csomó. Igazán én meg azt hittem, a csónak magát kötött el, mert kedve szottyant egy kis kiruccanása. A fenébe is, ilyen ködbe soha! Nem volt valami, mielőtt megjöttem? Ha gondolkodjak. De, 5 napja. A szél belekapott a vitorlába, addig rángatta a csónakot, míg a csomó elengedett, és a csónak beúszott a bokrok közé. Na. Azt írják, 11 néhány éve egy remete élt itt, aki kiváló mézsört főzött. A vicserek időről időre felkeresték, hogy az úti élményeikről beszélgessenek. A Lambertes küldi,
még Novigrádban, azt hiszem, az alapján nekem nem tűnt idegesítőnek, de már nem emlékszem amúgy, hogy milyen. Rég volt, igaz se volt. És egyébként meg mit keres itt? Keszeg. Ez nem is keszeg. Ez Lambert lova lenne? Na gyertek! Gyertek, gyertek! Nekem itt bug volt. Na mi volt a bug? Hú, hagyjam mi a neki, ember. Hogy nyomja körbe-körbe ott a folytól idejesz, hello? Nem adta be a küldi teljesítést. Remélem nálam jó lesz. Waterhag. Mocsári Bula! Ennyire tetszik ennek a neve. Mocsári Bula. All right. Jó, ma a barlang bejárata ott van, épp átellenben. Látod? Hát kell hajózni a tavon, aztán át a barlangon. Megmászni a Trollfejhegyet és ott is vagyunk. Most nem tűnik olyan nehéznek, nem? Ja, attól még kirázt tőle a hideg is. Tudod, hogy az én csoportomból csak két fiú jött vissza? Ti voltatok azok, akik a barlangban találkoztatok az öreg lándzsa egyel, ugye? Még mindig nem hagyjuk adni. Nem, rohadtul felhúzom magam rajta. Mi a szarért kellett ez a próba? Aki visszatért az elemek köréből, szinte mind oda veszett egy éven belül. Ott hagyta a fogát valami mocsárban, ahol folytó lidércekre vadászott fejenként egy korona 30-ért. Szóval pontosan mi értelme volt? Erről Vezemírt kellene megkérdeznem. Meg is tettem. Sokszor. Nekem elhiheted. Adj be a csónakba. Let's go. Jump in the boat. All right. I'm taking the tiller though. Because? Because it's my boat. Mert ez az én csónakom. Nem nyitok vitát. Na. Srácok, mondtam nektek, különleges cutscene. Különleges cutscene van, hogyha Geralt nem száll be a hajóba. És mi most azt fogjuk tenni. Jó. Nézzük csak. Csak nem tudom, hogy hova kell menni. Meg nem tudom, hogy most ez így működik-e. Hát így nem úgy néz ki, mint hogyha ez jó lenne. Na. Nem tudom. Nem fél el a küldi, hogyha elmész? Hát akkor majd visszatöltöm. Hova kell menni egyáltalán? Mindjárt megnézzük, srácok.
Most valami barlanghoz kéne menni. Na egy pillanat. Megpuskázom, hogy ez hogy kell mégis megcsinálni. Mármint, hogy így hova kéne menni. Mert hogy ez most így nem világos számomra. The Final Trial Witcher 3. Igen. Ahogy látom. Igen, elindulunk. És akkor, mint hogyha így jobbra menne. Na. Aha. Na, úgy néz ki, srácok. Megvan, hogy hova kell eljutni. Oda. Elvileg ez az a hely. Hát, én most végigúszom, mert kíváncsi vagyok. Hogy most akkor így működik a dolog. Nem kell sokat mennem. Szia, Simrim, lesz-e valamikor hard mode elhat? Hát figyelj, hogyha látod a menetrendben, akkor lesz, hogyha nem látod, akkor nem lesz. Ez ilyen. De legtöbb esetben, hogyha valami nincs, akkor az azért nincs, mert hogy nincs hozzá kedvünk. Vagy valakinek nincs hozzá kedve. Vagy valakiknek nincs hozzá kedve. Na már nincs messze, srácok. A hard mode elhalt streamek azok olyanok, mint a kedvenc sorozataitok. Nem biztos, hogy jó, hogyha a végtelenségig mennek. Na! Sikerült! Na most ez unique lesz. Készen lesz a barlangokra? Mindjárt, mielőtt bemegyünk. Tudom, igyunk egy adag macskát. Más okosság például settenkedjetek, különben felébresztitek az öreg láncsa hegyet? Ez unique? Ez unique? Nem is emlékeztem már, hogy itt lehet rángatni a kamerát. Még Yennél is szúrósabb vagy. Sheesh, you're prettier than Yen. Ó, ne szeress belém, menjünk. Let's go. Hear that? Sounds like a kid. Hát, segítség, hallottad? Gyerekhang? Tudod jól, hogy ebben a vajban rajtunk kívül nincs senki. Csak illúzió lát. És ha nem az. Csinálj, amit akarsz. Meg kéne néznünk csak a biztonság kedvéért. Tudod, Vezemérnek igaza van. Majdnem mindig megbolygatod a mélyikast. Jól van. Menjünk. Pillanat. Azt akarom megnézni, hogy a srác, aki itt nyomta a Witchert, milyen cutscene-t kapott, mert amúgy ez nem tűnik unique-nak, tehát hogy így, ez most ugyanolyannak tűnik, mint hogyha ide jöttem volna a hajón.
Igen, konkrétan megkérdezte, válaszolt, igen. Gyereknek hangzott, nézzük meg, blabla. Nem tudom, ez mi lehet. Az helyzet, nem mellékeltek hozzá videót, szóval még csak meg sem tudom nézni, hogy mi ez a unique cutscene a Lambertnél. Legalább megemlítette volna, hogy jó tempót úszta. Ja, nem volt semmi. Lehet, hogy ezt a Next Gen update-tel kivették, bár ez meglepne. Jó van. Menjünk tovább. Hát sajnálom, srácok. Azt hittem, hogy valami extra dolgot megnézünk. Hey, little guy. Szia, kis ember. It's all right. Ha itt arra mentél volna, hogy nem nézed meg, és mégis megnézed, akkor szól be. Ja, de itt azt írják, hogy a csónaknál van, hogy unique cutscene-t kapunk, hogyha végig ússzuk ezt a távot. Minden rendben, most már biztonságban vagy? Ne, ne, segítség! Fine. Jól van, te kisdi, úgyhogy megkövettelek. Igazad volt. Na hát, hogy mik vannak? Később megbeszéljük, most el kell idéznünk a ködárnyakat. Égjetek! Anna. An illusion. Illúzió. Ki hitte volna? Nekem már nem zársz le erről a témáról, mi? Nem, nem fogok. Tulajdonképp az egész világnak alinél kellene arról, hogy egy gyerekes trükkel rászedték a híres neves Libyai Geráltot. Szerintem meg kellene kérnünk Dandelion-t, hogy írjon róla a balladát. Hogy tetszik? Inkább rólad kellene énekelni. Lambert az okos tojás Witcher. Inkább mint az ostobaság. Az okos tojások tovább élnek. Más téma. Jól láttam. Az a fiú. Igen, közülünk való. Biztosan a próbája alatt fulladt a vízbe. A kodárnyak emlékeztek a hangjára és a kinézetére. Lenyűgöző, tűnjünk el innen. Nem kell kétszer mondanod, ami azt jelenti, nem is akartam ide jönni. Lambert, elég volt. Ez menő amúgy. Pacalányi, hogy ha azt mondom neki, hogy nem megyek, aztán mégis megyek. Akkor beszól. Azt írja! A végső megpróbáltatás, debug, lépj be a barlangba. Úgyhogy nyomunk egy mentést. Ha már itt ilyen debugok vannak. Menj át a barlangon. Hűha, hát nem látok semmit. Na hát ez egyedi volt, ez így van. Hoppá, hoppá. Oh. Hát egy rónakő.
Ugye azt beszélték, hogy macskát kell nyomni. De hát... Shit, too damn high. Inkább a pálatok. Not if I give you a boost. Remember? Part of the tribe. A Witcher magányos vadász. A Witcher is a lone hunter. But even a lone hunter. De néhány magányos vadásznak is olyan egy segítőkéz. Vesemir. Ready? You fat fuck. Te kövér disznó. One, two, three. You're no feather either. Ne se vagy egy tolpia. Na gyerünk, menjünk. Jó, menjünk tovább, pedig ott voltak hullákok. Jó. Hát, hogy... Damn it, Geralt, stop. Francba meg, Geralt, ne bóklánsz el össze-vissza, úgy nézel ki, mint egy darab szar a jégveremben. Jussunk fel oda és essünk túl ezen a dolgon. Ready? Oh, you fat fuck. One. You're no feather. Erre kíváncsi voltam. Várjál, itt, akkor nem lehet visszamenni. A farkis ingatagnak tűnik. Ard maybe? Mm-hmm. And wake old spear tip. What? You afraid? No, I just think before I act. Hát én át tudtam ugrani. Tessék. We need to be quiet. Rendbe kell lennünk. Nem hiányzik öreg láncs a hegy meleg fogadtatása. Mind not stomping like that. Relax, I slipped. Nyugi, elcsúsztam. Na várjatok. Szóval, hogy nem áldozom. Was the key to finding the young woman. Geralt needed to lift the curse. So we took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells. To the Witcher's fortress. Igen, erre vagyok. Wall looks a little shaky. Ard maybe? Mind not stomping like that. Kedves is ne dübögi. Valami a szemembe esett. Színánk lehetett. Remélem nem egy törött tükörből. Akkor még gundokabb lennél. Csontok. Orrát önt csontok. Az öreg láncsahegy sosem bánt többösen a vendégekkel. És akkor itt át lehet menni. Micsoda penész szag! És mit vártál? Ibolya illatot? Nem lett volna rossz? Olyan kedves és édes, ahogy csak ott alszik. Egészen kedvet kaptam hozzá, hogy ez a pillanat örökké tartson. Szóval el lehet sunyogni mellettem. Kíváncsi vagyok, hogy akkor arra mit mond.
Nem mond semmit. Én már nem is emlékszem erre a küldire. Azt a de jó, megint szabad ég alatt. Aha, múlja a veszély a láthatáron. Mármint a trollok. Ezt ők mondhatják el, nem mi? Jó benyomást akarsz tenni rám? Az ilyen kemény gyerekes dolgok nálam nem működnek. Magoly mondja, vezem így mesélt arról a melóról, amit a Nilfgaardiaknak csináltál velemben. Ma, mit csinálsz? Szörnyeket ölök. Egyszerűen így jött ki. Jó, akkor visszamegyünk, srácok. Megöljük a szörnyet. Ezt fogjuk csinálni. Ez az a mentési pont. Szia, William! Siri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive and the victim of a curse, was the key to finding the young woman. Geralt needed to lift the curse. So he took Uma to the home of the world's greatest specialist on dark spells. To the Witcher's fortress of Kaer Morhen. Elveszettük a meglepetés elejét. Ez egy Cyclops lenne? Ú, de kapja! Életben maradsz? You gonna live? Naha, valószínűleg. Let's get out. Tűnés innen. Wait. Várj. Ezt Voltaire érte, kura fi. Voltaire, kicsoda ő? Voltaire, who's that? Nem emlékszel? Alacsony, államforradás itt. Oh, yeah. Ó, de emlékszem. Ennyire tellett. Sose jutott innen. Let's go. Let's go. Mizu Willy. Aha, ez egy Cyclops volt. Na tessék. Hát milyen fett loot volt itt az öreg Cyclopsnál. A kükök lopsza. Na tessék. Tök virág. Ereg a meló? Na, kitartást. Szia, Nózi. Na tessék, hát micsoda fett loot van itt. Ezt kellett volna kihagyni. Na, ugye most láttuk az egyik opciót itt a párbeszédben, mindjárt megnézzük, mi a másik. Na igen, trollok. Én óvatos lennék. Itt hazai terepen van. Ilyen trolltól betétes lesz a nadrágod?
Valamikor én is olyan vakmerő és egyke voltam, amilyen mostám. Aztán kaptam egy vasvillát a hasamba. Parasz gyerek volt, nem is troll. Majdnem belehaltam. Így kell mindenkinek megtanulni a leckét. Kár, hogy erről a történetről én nem nagyon tudok semmit. Aha, szóval itt jöttünk ki. Oké. Okay. Jusson az elemek köréhez. Magic. A place of power. Place of power. Jó, itt írják, hogy van treasure underground, de szerintem megtaláltuk az undergroundos treasure-t. Illetve ez is meglett most. Úgyhogy mehetünk felfele. Ez egy olyan helyen van, hogy itt csak erről a... tehát, hogy itt ugye fel kell jönni a barlangból. Csak úgy lehet ide jönni, ha jól emlékszem. Láttad, hogy beijedt és elmenekült, amint észre? Aha, nem láttam még trollt így viselkedni. Két vicseresek áll meg. Áll! Hegyez, trollos hegyez. East Mountain, Trolley Mountain. Trollhegy. Ja. Ez trollhegy ez. Jaj, ezekkel a hülyékkel beszélsz. Csak el akarunk menni a körhöz. Vicseresek mond egy. Csinál kettő. Csinál három néha. Enough. Elég, tűnés az utamból hülyék, vagy porrá morzsollak titeket, világos? Understand? Aha, láthatóan megértették. Gratulálok. Futás a balamban. Troll hegyez. Tetszett, ahogy mondták. Dobkő! Ti nem messze megy, vicseresek ért? Megértettük, de attól még el kell jutnunk az elemek köréhez. Figyelsz, Deato. Trollok nem megy, vicseres vár. Ott sok kő. Szép sok kő. Élvezed a beszélgetést, mert sehova nem jutunk vele. Hadd beszéljek velük. Az a helyzet, hogy annyit tudsz a tárgyalás módjáról, amennyit ezek a nyelvtanról. Nem bántani jöttünk titeket, nem akarjuk a köveiteket, csak engedjetek át. Trolldob kő! Vicseresek nem üt vissza! Csak beszél, beszél! Vicser jó! Gütje! Vicseresek szörnyöl! Troll szörny! Ja! Tényleg! Ne vág arc! Így csinál mi? Hagyj ti, itt éles volt, ti megy át!
Nem jó. Mi üt? Itt hagyjuk a kardunkat, majd visszajövünk értük. All right. We'll leave our swords here. Pick them up on the way back. We want to know. Nem kell mi nekik. Fúj, fém. Száj büdös. Néznél vagy? Hús és csináld, amit én. Miért nevetent? Ez nem kör, ez trollik. Nem megy tibelik bele, ti nem troll. Szerintem rossz hivatást választottál. Ha jól emlékszem, Vezemir papai óráira a vicserek szörnyeket ölnek. Rosszul emlékszel, csak a káros szörnyeket. Kövekkel dobáltak meg minket, Geralt? Nyíkjel miatt eszkelnek később. Még néhány lépcső és ott vagyunk. Hoppá, valaki nagyon fújtat. Se levegő, se erőnlét. Nem, csak kicsit magasan vagyunk, gondolom. Hát, sikerült. Kétség kívül. Ejha, szép a kilátás. Komoly dicséret ez a teszádból. Geralt, minek nézel te engem? Hadd gondoljak. Pancsani? Ha, ez jó, de a többi bókot tartogasd későbbre. Lássuk munkához. Emlékszel, hogy működik a kör? Jó ideje már annak, hogy itt erőt adtam a medálomnak. Minden rendben, öreg. Nem kell ennek a kifogások. Gyújtsd meg a fákjákat és tedd a fiolát az oltára. A többi az én dolgom. Ja, hogy másnapos vagyok. Ó, köszi. Hogy is volt? Víz, aztán föld, aztán levegő? Tessék. Hé! Hey! Nem is azt nyomtam. Rendben, na fiola a helyén van. Akkor nem kell más tennünk, csak várni. A tartály magába szívja az elemek erejét. Mi meg addig megkapjuk jól megérdemelt pihenésünket, gondolom. Na és te hogyan győzted le a trollokat, amikor megcsináltad a medál próbáját? Hadd gondolkodjak. Ja, igen, Maxit használtam, de csak egy trollon kellett átverekednem magamat. A másik kettőnek dolgokat. Igen, hasznos él az Axi. Nem sokkal ezelőtt megmentette az életemet. Az Axi mentette meg az életedet? Hogyan történt? Az egyik legjobb. Megállított néhány úton álló. Az egyik szemszeriat szegezett rám, a másik neki látott átúrni a batyomat. A szemszeriással lelövettem a barátját, aztán felakasztottam önmagával. Ez nagyon jó történet. Wow, truly great story. Ugye? Szerintem remek munka. Mondd csak, mindig ilyen kiábrándult egy rohadék voltál? Nem, imádni való voltam, mielőtt Vezemir elhozott Kermoránba. Ennyire utálsz Witchernek lenni? Végül is lehettem volna rosszabb is, csak kár, hogy nem volt választási lehetőségem. Ez volt a mi sorsunk. Sors, hadd meséljek neked valamit a sorsról. Apám részeges volt, bedobott néhány felest, aztán össze-vissza vert minket anyával. Minden éjjel azért imádkoztunk, hogy meghalljon.
Egy nap az imáink majdnem meghallgatásra találtak. Apa a kocsmából hazafele jövett, eltévedt és besétált egyenesen egy Necker fészekbe, de valami Witcher megmentette. Tudod, mit kért cserébe? Add nekem az első dolgot, amit hazatérve megpillantasz. Az én életem. Egy ilyen rohadékért cserébe. Szerintem csessze meg a sorsa ilyen. Ezt nem tudtam, sajnálom. Legközelebb kíváncsi, hogy miért vagyok ennyire megkeseredve. Hát tessék, itt a válasz. Na jól van, eleget nyavajogtunk, húszunk innen. Kellenek a kardjaink. A Witcher kard nélkül félkarú óriás. Na ne, tesó. Nincsenek éles bunkó Elvis? Megy haza? Ne aggódj, nem kell meggyőzni. Gyerünk el, hát menjünk. Egyre szimpatikusabb srácok ez a Lambert. Tetszik, ahogy így utánoz meg, színészkedik. Még maradok kicsit. Mutasd a térképet. Hát igazából maradhatunk kicsit. Igazából lehet maradni. Jó, maradunk egy kicsit, mert ha már itt vagyunk, akkor legalább meg tudunk csinálni kettő kérdőjelet, ami itt van. You go ahead. Gonna stay here a bit. De ne túl sokám. Emlékezz, meg kell gyógyítanunk egy nyomorékot. A végső megpróbáltatás. 25 XP. Hát ez 500-at adott volna, hogyha időbe csináljuk meg. Nos, kacok. Na ott van, az ugye piros lett, nem szálltunk fel a hajóra. Hát de nem is adott amúgy különös cutscene, szóval tök mindegy. Geralt és Lambert bátran haladtak az elemek köre felé. Az úton folytó lidércektől és kötárnyaktól hemzsegő tavon kellett átkelniük. A barlangon átjutniuk, ahol az öreg láncs a hegy alul. Hágókat megmászniuk, ahol bizalmatlan és veszélyes hegyi trollok laktak. Az út során Geralt és fiatalabb bajtársa közötti különbségek élesen kiütköztek. Szikrák pattantak köztük többször is. Csípős megjegyzések és éles szóváltások voltak napirenden. Geralt irigyre sem méltó nyugalommal viselte Lambert ingerlékenységét, mert tudta, hogy fiatalabb Witcher híres gúnya, csak a sok mély, soha be nem gyógyuló sebet takarta el. Na, nyomunk egy mentést, és mondták a trollok, hogy nem mehetünk be a trollékba. Most bemegyünk a trollékba. Verseny és szemellenző. Ez volt itt a loot. A piros X igen csúnya volt ott a köldiben. Ja, az nem nézett ki jól, de igazából nem maradtunk le semmiről, csak a hajókázós jelenetről. De ott meg elvileg nem is beszélnek.
Ja, hát azt sajnálom, de ezt azért csináltuk, mert a guide-ba az volt odaírva, hogy ha átúszuk a folyót, akkor különleges lesz a kátszim. Na, szóval ha mindezt a trollbarlang meglátogatást úgy csináljuk, hogy küldetés közben, akkor jól ránk támadnak a trollok. Ezt jó tudni. Felkiált a játékok parancsot, hogyha beírjátok, akkor meg tudjátok nézni, hogy mikor kezdtük, mennyi órát tettünk a játékba, illetve melyik az a játék, amiben annyi órát tettünk bele. Olyan 140-150-et tippelek. Too far a field, Biz. Ide már csak sárkányok vannak. Jó, de hát itt kell lemenni. Játék, de hát innen kell Mizul, Lacam. Not your lucky day. Amúgy ilyen 240-250 óránál tartunk, úgyhogy az előző végigjátszással együtt, de ez a végigjátszás ilyen 150-nél tart. Ez a fákja már nem kell a kézben. Mondom, nem kell a kézben. Na gyere! Nem, a sárkányokat azt azért írja, mert hogy az a világ széle, és hogy onnan vissza lehet, tehát hogy ha elérünk a világ szélére, akkor onnan bárhova fast travel-ezhetünk. Ez igazából ennyi. Következő, ahova mennünk kell, az az a rész. Így van. Kermorenbe jártunk egyébként, amikor elkezdtem modolni az alapfeature-t. És nagyon durva különbségek voltak. Olyan szépen szaturált itt a táj, nagyon tetszik. A farkas iskola felszerelés fejlesztés második rész. Itt az acélkard van. Jesus! Azt a rohadt! 23-as lidérc miatt rám csapott. A DLC-k még ezután jönnek, le vagyok maradva kicsit. Aha. A DLC-k még ezután jönnek. Még az alapjátékot toljuk. És... A DLC az még. Hát még egy... Én azt mondtam nektek, szerintem még egy 5 stream. Még egy 5 stream, amíg... Ja, hát jó.
5-8 stream még az alapjátékkal végzünk, a mait azt így nem kalkuláltam bele, mert hogy ez most így nagyon rövid. Aztán jött a Heart of Stone. Na. Ez a túlparti őrtorony valaha a Vicserek farkas iskolájának büszkesége volt. Ma romokba hever, csak a szél fütyül. Elomlott kövei közt. És konkrétan egy XP kell, hogy meglegyen a 30-as szint. Jó, elmegyünk oda is. Nem harcolunk a farkasokkal. Jaj, de jó. Looks like rain. Egy lesi, wow! Lesi szereti a tüzet. Enő volt, ahogy eltűnt. Ugrat egyet a lesi. Jó, túlparti kunyhóm. Ott van még egy kincs. Jó, másik ott van. És egy harmadik. Jó. És ez elfeledett. Nyomhatjuk tovább a másodikat. Bár odaírtak egyet. Az melyik volt? Sima? Nem? A negyedik rész? Ja. Az egyik DLC-t nem nyomattam, azt várom, hogy itt lássam. Hú. Melyiket nem nyomtad? Heart of Stone, az kimaradhatott neked? Szia, Veldor! 1001 éve. Mi a helyzet? Tegnap is voltál? Olyan? Na basszus. Most akkor lebúgtam, hogy utálnak. Pancba. Blood and Wine nyomtad, aha. Mi ez a rejtett útvonal, ahova viszlek titeket? Hát azt hittem, hogy itt fel tudunk menni, de nem. Nagyon nem. Úgyhogy fast travel-lel visszamegyünk a várhoz. Amúgy felfedezünk. Itt a felső részét átnéztük Kaer Morhennek. És most megyünk lejjebb. De
de fast travel-el fogom már. Mondjuk most már mindegy, most már fel is tudunk menni akár. Szerintetek itt van még... Itt van Lambertnek a lova. Hát ellopjuk. Majd nézz egy nagyot. Ó, basszus, jobbul elest, Vádor. Move it. Na. Nézd meg, hát elém jön az állatja. Na de jó. How you like that silver? Gyere, gyere, egy-kettő, egy-kettő. És mi lesz? Na, még ma ide jöttök? Végre. Fej. Ismerem ezt a helyet. Itt tartották az első fűvel próbáját, mielőtt az erődöt építették. Hol látod Geralt farkas fejet? Ja, ott van. Talán jó lenne itt körülnézni. Lejártak a párlatok. Nem is tudtam, hogy enemik is meg tudják szakítani. A meditálás. De érdekes volt. Szevasz, Predrog. Egy helyen, ahol a szörnyvadászokat hoztak létre, és most tele van szörnyekkel. Milyen irónikus. E pillanat. Azt nem tudom, ez egy event elvileg, ami itt lehet. Jó. Az elfedett farkasnak csak egy része, azt nem vágom. Itt mutációkat hoztak létre. Jó, az akusztika. A gyerekek sikolyai messzire elszálltak. Szia, Fumi Rossi. Izú is. Ott valami pirosság van. Hé!
Négy hím. Na. Komoly. Fekete egyszarvú, lovassági nyereg, és megtáltunk. Ez a szag mutagének. Na, az eltelt évek ellenére is hány ingerem van tőle. Mutációk táblázata, mint amilyen a mi Bush Albertünk, csak még búsabb. Na hát, már megint jól teletömtük a... Tömtük magunkat lúttal. Ez a mutagénes rész. A labor, ahol a főzeteket készítették, vagy inkább mérgeket. Hank Forsy Bartel, 9 éves, meghalt a banyafű beadását követően. Szívleállás. Gary Bolli, Derek, 10 éves, apróbá túléltem, nem sokkal utána meghalt. Többszörös szervreállás. Bangléni, Jap, 8 éves, apróbá túléltel, de az agykárosodás túlságosan nagymértékű volt. El kellett altatni. Rogenveni, Aleid, 10 éves. Meghalt a láncsafű beadását követően. Agyvérzés. Rindbei Konrád, 9 éves. Túléltem. Lábadozik. Jövő hónapban kezdheti a kiképzést. Erről most az jutott eszem, hogy a műtét sikerült, a beteg elhunyt. Furcsa szerkezet. Elromlott. Hát igen. Nomkópéságok. No idea what this was for. Fogalmam sincs mire való, de talán jobb is. Egy kán a növények kiászatásához. Emlékszem a teákra, amit kaptunk. Valami szírma. Oho! Ez nem az. Mit készítettek elő a növényeket? Léplilium, natragúja, farkasfű, amit csak a természet adhat. Ja, az volt, ha új hold a páncél, az nagyon menő. Megmentőm a vámpír. Most az a helyzet, lehet, hogy szükségünk lesz a macskára. Bár így már nem. Impáló farkas nadrág. Igen, itt vagyunk. Igen, és itt elvileg van egy quest. Ja, ennyi. Jó, akkor ennyi volt. Ennyi volt a quest, srácok.
Ez a Trail of Echoes nevezetű quest volt, és ez az volt, hogy itt meg kellett nézni ezeket a dolgokat. És kommentálta a Geralt. Ez volt a quest. Képzeld, befejezte a Hogwarts Legacy-t, viszont a challenge-ek közül 99% a combat, mert egy Inferus Foe hiányzik, viszont én nem találom, és a térképen mindenhova azt írja, hogy az összeset legyaktam. Ráadásul a questek is csak 99%, mert abból is hiányzik egy, de nem adja fel. De nem adja fel, kicsit idegesít, mert megoldást nem találtam neten egyikre sem. Hát azt tudod csinálni, fogod a Hogwarts Legacy-s wikit, megnézed a küldiket, kiírod őket egy jegyzettömbbe, és pipálgatod, hogy mik azok, amiket már megcsináltál, és mik azok, amiket nem. Én így csináltam, amikor már csak az utolsó questjeim voltak, mert az utolsó 5 vagy 3 küldetés az így már nem jelent meg nekem. Úgyhogy nekem ez volt az, ami segített a questeknél. A kombatnál meg... hát azt még nem tudom, azt nem csináltam. Szinte teljesen elmosódott. Még néhány évtized és eltűnik. Akár csak a Witcherek. De jó, hát mi van itt? Mi ez a szaporulat itt, kérem szépen? A küldőnek a végén volt egy kis ilyen érzetem, nem tudom mit váltam, de fura volt, hogy semmi nem történt. Ja, vannak ilyenek, amikor csak így annyi van, hogy piros dolgok vannak, megfoglossatod őket, és így ennyi. Ja, ez... hát ez inkább csak ilyen kis érdekesség volt. De ja. Hú, de idegesítő, hogy itt köröz a ló. Az lögdös. Jó, tudjátok mit? Elmegyünk innen. Zsumi! Hát, hogy ezek a madarak? Hárpiák semmit nem adnak már nekünk. Amiért megérni ezt csinálni. Egy idő után csak lekopnak, de eddig nem úgy néz ki, mint akik nagyon le akarnának kopni. Meg lesz Geralt. Na, srácok. Ugyanezt a kincsvadászatos küldetést most nem fejeztük be, amit itt most elkezdtünk. De legközelebb erre már több időnk lesz. Ugyanis Kermoren északi részét átnéztük, amennyire csak lehetett. Még mindig vannak dolgok. Még mindig vannak itt kincsvadászós küldik, amiket csinálnunk kell. Mint azt látjátok. És még van ez is. Tehát, hogy így ezzel még lesz dolgunk, illetve van még pár dolog itt Kaer-Morhenben, amit így meg tudunk csinálni. De legközelebb a csali a villásfarkúaknak küldit fogjuk csinálni, aztán pedig gyűjtögetünk tovább Kaer-Morhenben. És hogyha a gyűjtegetés megvolt, hát akkor folytatjuk tovább a fősztorit. És hát azt nézem, hogy itt van még pár dolog. Konkrétan jelenleg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 quest van, és abban, mivel megcsináltunk, hát, most itt számolgatok. 1, 2, 3, 4, 5-öt. Így van. Tehát még van bőven teendő. Uh, 64,1%-nál járunk most. Ez egy ilyen kis rövid vicserezés volt. De mivel főküldetéseket csináltunk, nagyon izgalmas volt, én úgy gondolom. Hát remélem, hogy élveztétek, srácok. Haladunk szépen lassan.